Ismét olyan dolgot fogok most csinálni ebben a videóban, amit még sosem csináltam. Mostanában egyre több új dolgot tanulok. Egyre több új képességet fejlesztek ki. Sosem jelentettem például még föl senkit. Valahogy ez a házmester tempó, amit ugye szokták mondani, hogy Magyarország a 10 millió házmester országa, ez nekem valahogy így sosem feküdt. Úgyhogy igazándiból úgy voltam vele, hogy élni és élni, hagyni a másikat, mindenféle hülyeség miatt senkit nem jelentgetek föl. Főleg akkor, ha egyébként mondjuk azzal másnak nem okoz kárt, vagy nem okoz problémát. Mit tudom én például, különösebben azon se akarok ki, ha valaki mondjuk záró oldalon keresztül elősz, hogyha egyébként nem zavar ezzel senkit, nem veszélyeztet senkit, belátható az út, nyíl egyenes hosszan, akkor most mit érdekel, nem fogom neki állni, móresre tanítani, meg ilyenek, mert ez hülyeség. Ha meg szaggatott a vonal, de mégis a szemből agyon akar valakit vágni, azon meg azért mérgeskedek. De ennyi, tehát nem fogok senkit nevelgetni, meg följelentgetni, meg ilyesmi. Szóval eddig erre nem került sor, úgyhogy így 47 évesen fogok életemben először becsattogni a rendőrségre és följelentést tenni, mert azt gondolom, hogy viszont van egy pont, amikor már valamit kezdeni kell a dologgal. És ha nagyon bele fogok jönni és működik a dolog, akkor ez lehet, hogy szokásommal fog válni, ezt elöntöttem. Ugyanis itt a Galagonyásban egy időben nagy divat volt a szemétlerakás. Készítettem is erről egy videót, akkor még ezt egész másképp próbáltam megfogni, majd belinkelem ide, az a cím, hogy Homo Sutyoticus. Próbáltam ilyen némi maró gúnnyal megszégyeníteni a szemétlerakókat. Hát ha ez valamennyi elrettenti őket. Egyébként én őszintén mindig abban reménykedtem, ez a környék tele volt, ezt most kipucolták. Mindig abban reménykedtem, hogy egyszer találkozni fogok egy szemétlerakóval, és akkor elbeszélgetek vele, esetleg megkócolom a haját. De sajnos 13 év alatt egyetlen egyszer sem sikerült. Egyszer majdnem azt gondoltam, hogy sikerül valakit elkapni, hát akkor még nem aszfaltút volt itt, hanem úgy a földút, ez most csak egy fél éve van ez, az aszfaltút. És ott állt egy autó az út közepén, mi jöttünk le föntről, fú, pattantam ki, mondom, van rég, de most elkaptam, kitaposom a belét. Aztán egy ilyen szexelő pár volt ott, intettem nekik, hogy ja, bocs, mondom, nem akartam zavarni, sorry. Még így messziről, tehát nem ment, tehát láttam, hogy mi történik. A gyerekeknek meg magyaráztam, hogy hát a néni meg a bácsi nagyon szereti egymást, és puszilgatják egymást mindenhol, úgyhogy akkor megyünk tovább körbe. Szóval, ez ugye... Sok éve volt, hopp, ez csak egy cica volt. Na, szóval, tegnap itt sétálunk az asszonnyal, megyünk keresztül, itt végig a kukoricáson, kifelé a ott lévő általunk kísértett útnak hívott ilyen budai út irányába, és hát csendes nyári este volt, amikor is aztán elborult az agyam, majd mindjárt meglátjátok, miért borult el az agyam, és megláttam valamit. Hát ezt akkor rögtön a fácsére ki is posztoltam. Igen, igen, keresetlen szavak kíséretében. Azt kell mondjam, hogy a legbarátságosabb mondataim is arról szóltak, hogy Bicske főterén a Kossuth téren egy nyilvános nagy tömeg előtt történő kivégzéssel kéne az ilyesmit büntetni. Na, hát szóval most végül is akkor úgy döntöttem, hogy akkor itt a vége, ideje a tettek mezeire lépni, és az illegális szemétlerakókat, akkor én most nekiállok, és ahányszor lesz, annyiszor szépen följelentem őket. És nagyon reménykedem, hogy a rendőrség ezzel tud valamit kezdeni. Ha a rendőrséggel nem jutok előrébb, akkor a mezőőrséggel fogok próbálkozni. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok először rögtön a yardot, majd mindjárt meglátjátok miért, mert nem az ilyen klasszikus értelemben vett szemét a lelakás, bár hát most mit tekintünk, annak szokott lenni mosógéptől kezdve, sörös dobozon át, kutyatápos edényen, villanyvezetéken keresztül minden, de ez itt kérem szépen egy ilyen illegális bontónak a végterméke, és hát a nagy része az sajnos műanyag hulladék, és... Talán egy picikét nehezen azonosítható,
De én abban bízom, hogy mivel itt láttam például műszerfalat is, meg ilyeneket is, hát ha valahogy kideríthető lesz, sőt, itt láttam itt elsősegélyládát, tán román nyelven írtat, szóval itt elég sok minden van, hát ha valahogy kiderül, hogy ez kihez tartozik. Van itt ülés, benzintank, minden van, amit el lehet képzelni. Úgyhogy én abban bízom, lámpa, elég jellegzetes, fogalmam sincs, ez milyen autónak a hátsó lámpája, de én abban bízom, hogy hát, ha meg lehet fingatni ezeket. És akkor így feldugni az ánuszukba ezt az egészet, amit itt hagytak. Úgyhogy most megyek, és életemben először beteszem a lábamat a bicskei rendőrkapitányság kapuján, és hát spiszli leszek, ez van. Tehát, hogy én tényleg annyi mindennel nem foglalkozom, meg nem baszogatok senkit, most itt hülyeségekkel itt hangoskodik, meg tüzet rak, meg füstöl, meg ilyenek, ezekkel nem foglalkozom. De ez hogy ide lekúr egy ilyen nagy szemetet, én azt gondolom, hogy ezt ennek elejét kell venni. Már csak azért is, hogy ugye statuáljunk. Mert ugye a legfontosabb a statuálás. Tehát, hogyha azt érzik, hogy következmények nélkül ezt megtehetik, akkor ez tovább fog folytatódni, és egyre több bunkó palé fogja lerakni a dolgát. Ha viszont szépen ezek elkezdik elnyelni méltó büntetésüket, és ennek híre megy, akkor talán elgondolkodnak egy kicsikét. Hát meglátjuk, hogy mire fogunk jutni, úgyhogy most indulok vissza az autóhoz, és aztán húzok be a rendőrségre. Aztán meglátjuk, hogy mivel tudok nektek, milyen hírrel tudok visszatérni. Hát akkor én azt mondom, hogy csapjunk a lovak közé, és essünk túl rajta. Utána járt a tinnyektor. Hajrá! Voltam a rendőrségen, nagyon kedvesek voltak, egy hölgy intézte az ügyet, egy nyomozónő. Környezetkárosítás most az első tényállás, amin elindultunk, de aztán ez majd ugye tud változni a nyomozás szakaszában. Megadtam minden adatot, el fogom neki küldeni az elkészült videót, amit a Face-re föltettem még tegnap, de mára levettem most már. Az előbb vettem le, hogyha eddig nem vitte el a szemetét az elkövető, akkor most már ne vigye el, azért, mert esetleg a videóból megtudja, hogy ebből balhé lesz, úgyhogy akkor most már legyen meg, úgyhogy nem akartam ezzel a nyomozást rontani, úgyhogy leszettem a videót, úgyhogy már ne keresse senki a Facebookon,
és hát hang nélkül el fogom küldeni a rendőrségnek, mert meg akarom őket kimélni attól az áthozódástól, amit ott csináltam. Úgyhogy elküldöm a videót. Hát sajnos ma már nem fog tudni kimenni bűnügyi technikus megnézni a helyszín, de holnap kimegy. Úgyhogy most már akkor remélem, hogy ott is marad holnapig. Ha eddig ott volt a szemét, most már maradjon ott. És akkor reméljük, hogy sikerül az ügyet felgöngyöríteni, és jól megüti a bokáját, aki ezt csinálta. És legutolsó sorban sem ő, sem más nem fogja ezek után elszórni a szemetét a hatósban, meg remélhetően máshol sem. Na hát itt tartunk most, úgyhogy ismeretlen tettes ellen környezetkárosítás miatt feljelentést tettem. Ezt is megéltem.